Magyarország legszebb szőlőbirtok a 2021 győzteseit. A verseny két fordulós, először a borkedvelő közönség szavazatai döntenek arról, hogy mely birtokok kerülnek a döntőbe. Majd a verseny szakértő zsűrije a nyár folyamán személyesen is felkeresi és értékeli a második fordulóba beszavazott birtokokat. Az idei verseny külön érdekessége, hogy most először egy testvérpár is szerepelt a döntősök között. Barna folytatja vendégeivel. Köszönöm szépen, és a testvérpár egyik tagja itt ül velem szemben. Mindjárt bemutatom, ha nem haragszik először a hölgyeket. Bozzai Zsófia, Boris Piasz főszerkesztője. Jó napot kívánok! Siber Anita, borász, kategória győztes, és Münzer Tamás borász, szintén kategória győztes. Ilyenkor a zsűri, a szakmai zsűri, mit néz egy birtokon, mert ránézésre gyönyörű. De hát azért gondolom, itt a szakma mást is néz. Így van, egy 100 pontos szempontrendszer alapján nézzük meg a birtokokat, ahol értékeljük az ültetvény szépségét, azt, hogy mennyire használnak autokton a tájra jellemző szőlőfajtákat, illetve esetleg új fajtákat, külföldről betelepített fajtákat. Értékeljük a pincét, a pincetisztaságot, a hordóhasználatot, a tartályokat, és a harmóniát is természetesen ide tartozik a tájépítészet is, illetve a belső építészet is, esetleg a népi motivumok használata a belső építészetben, a honosfa fajok használatát, illetve hogy mennyire áll harmóniában a birtok az őt körül ölelő tájjal, a szőlőültetvényekkel, hogy az ültetvényben van, tehát mint egy sátót körül öleli a szőlő a birtokot, vagy esetleg több elszórt birtoktest tartozik hozzá. Tehát így nagyon összetett szempontrendszer alapján értékel a zsűri. Hogy kell felkészülni, vagy hogy lehet felkészülni, és a kérdés mindkettőjükhöz vonatkozik, egy ilyen zsűrizésre, a zsűri látogatására, mert hisz feltételezem, önök minden évben a jó gazda gondosságával járnak el. Azt hiszem méltók lehetünk arra, hogy egy ilyen rangos versenyen részt vehettünk és neveztek minket. Azt gondolom, hogy a szőlővel folyamatosan foglalkozni kell, gondozni és ápolni. Tehát mi mindig különös figyelmet fordítunk arra, hogy mindenféle munkálatot a megfelelő időben elvégezzünk, és hozzánk bármikor jöhetnek a vendégek. Természetesen, amikor a zsűri érkezett, akkor külön még számukra is be tudtunk mutatni mindent, ugyanúgy, mint bármelyik más vendégünkre, tehát különleges extra felkészülést ez nem kívánt, hiszen a szekszárdi borvidék gyönyörű, a táj gyönyörű, a szőlő pedig folyamatos munkát igényel. Van egy, mindjárt önre is rátérünk, van egy kedves borászbarátom, több van, de nagyon kedves, és mondtam neki, hogy amikor metszegetitek a szőlőt, hát hogy lehet, a szem nem lát végig a sorom. És mondta, hogy ezt csak akkor szabad csinálni, és akkor kell csinálni, ha az ember szereti. Egyetért? Pontosan így van. Hadd mondjam el, hogy nekem például a 70 hektáros ültetvényből van egy hektár, amit mindig én metszek meg személyesen. Tehát oda senki nem megy be, azt én szoktam metszeni, és azt szokott a minta lenni, és akkor azt szoktam a vállalkozóknak mondani, hogy gyertek, megnézzük, és akkor ezt szeretném látni az összes többi hektáron. Imádok metszeni, a télen kifúj a hideg, és akkor hazamegyek, iszok egy finom forradbort, és akkor gyönyörű a napom. A testvérrel van rivalizálás? Vagy ez egy ilyen egészséges verseny? Pontosan, egy teljesen egészséges verseny. Ugye mind a ketten úgy gondolom, hogy építjük a Günzer nevet, hol az egyikünk ér el sikert, hol a másikunk. Kevernek is minket kicsit, de nem baj ez, mind a ketten ugyanazon a pályán mozgunk. Amikor elindult ez a nemes küzdelem, a kezdetektől, ha összehasonlítjuk a jelenállást, hogy lehetne egy trendet fölvázolni? Mi volt a csapás irány? Mi változott? Idén már 10. éve hirdetjük meg a Magyarország legszebb szőlőbirtok a pályázatot. Kezdetben jóval kevesebb nevező volt, 100 alatt volt a nevezők száma. Ma már a 200-at is eléri az idei évben, illetve az internetes szavazók száma is nagyon megnőtt, mert több mint 50 000 szavaztak az idei évben is a legszebb birtokokra, ők választották ki a 9 legszebbet, akik bekerülhettek a döntőbe. És magát a versenyt is évről évre, a szempontrendszert is csiszolgattuk. Körülbelül 2 évvel ezelőtt érte el a végleges formáját. Most már kiforrott, mint a bor? Mindig van rajta, amit fejleszteni, de igen. Úgy érezzük már 2 éve, de jövőre fogunk még egy picit változtatni rajta. És a kategória győzteseknek mit jelent egy ilyen díj? Először talán ön.
Rendkívüli megtiszteltetés és nagyon komoly szakmai elismerés számunkra, hiszen ezért dolgoztunk, amióta megalakult a pincészetünk, és azért is különlegesen komoly ez az elismerés, hiszen a közönség szavazatai mellett a magyar borszakma elismert szaktekintélyei azok, akik megválasztottak minket Magyarország legszebb szőlőbirtokának. Tehát mindkét irányból jött egy komoly elismerés, a borszerető közönség és a szakma oldaláról is, és ez különlegesen növeli ennek a díjnak az értékét és a nívóját számunkra. Parancsolj! Ugyanezt tudom mondani, hogy mint minden szakmában nekünk is szükségünk van az elismerésre, és ez olyan energiát, olyan lendületet ad a további munkához, hogy ezek nagyon jól jönnek. A mi esetünkben például pont egy 30. születésnapra jött ez a díj, ez valami fantasztikusan jó. Én pontosan 30 éve kezdtem el a szőlővel foglalkozni, 1991-ben készült az első palackos borom, illetve akkor még lédig bor volt, most ünnepeljük a 30. évfordulót, és ez egy csodálatos ajándék, hogy ezzel még fűszerezni, meg tudjuk az egész ünnepséget díszíteni. A fajtaváltással hogy állnak a magyar szőlős boros gazdák? Mi hiszünk a helyi autentikus fajtákban, ugye Szekszárdon a borvidék zászlós borai, a kadarka és a kékfrankos, amivel kiemelten foglalkozunk borvidéki szinten, illetve az ezekre a borokra épülő házasítás, a bikavér, de emellett megtalálhatóak nálunk a világfajták is, hiszen a Merlot, a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc nagyon különleges minőséget tud adni a borvidéken, illetve Syrah, domfelderültet fényünk is van, Pinot Noir is, tehát nagyon sokrétű a tevékenységünk, fehér boraink vannak, Sauvignon Blanc, Chardonnay-t készítünk, pezsgőt, rozét, schillert, vörös borokat, illetve nagy prémium borokat Szekszárdról, ami viszi a borvidék hírnevét az egész világban. Tehát, hogy gyakorlatilag itt három kategóriáról volt szó. Így van, kisbirtok az 10 hektárig nevezhetett, a középbirtok az 10 és 50 hektár szőlőterületig között, és a nagybirtok az pedig 50 hektár felett indult. A megoszlás milyen? Egy harmad, egy harmad, egy harmad? Érdekes módon körülbelül így van a megoszlás, igen. De egész más kategóriában versenyeznek. Tehát korábban nem volt ez a megoszlás, és egy Magyarország legszebb szőlőbirtoka volt, majd egy pár év után egy külön díjat alakítottunk ki a kisbirtokoknak, és 3 éve van ez, hogy 3 külön kategóriában indulhatnak a birtokok. És ilyenkor már készülnek a jövő évi versenyre? Így van, mi már készülünk, már kapacitáljuk a borászokat, hogy nevezzenek minél többen, illetve a fogyasztókat, hogy szavazzanak. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok, és szívből gratulálok önöknek. Köszönjük szépen.